Üdvözlök mindenkit! Egy újabb képregényt fogunk megnézni ebben a videóban, amit már eléggé sokan vártatok, pedig a Lock and Key, a magyarul kulcs az árját alcimmel megjelent képregény kötet. Második részét itt látszik, hogy ez a luxus kiadás 2. És még igényesebb lett igazából, mint az első kötet. Szerintem ez az egyik legjobb borító, amit felhasználhattak volna rajta. Ilyen teljesen fehér kis képet kapunk. Szokásos dombornyomott védőborítós megoldás, tehát a kulcs és maga a szöveg is ilyen UV fóliás dombornyomást kapott rajta. Valamint ami még érdekes, mindjárt megmutatom, a kötet kerince is fehér valamint ami még érdekes, hogy a hátulja ennyire baromi jól néz ki. Tehát hihetetlen jó egyébként ez a képregény egyik design szempontból szerintem az egyik legszebb, ami megjelent még eddig az idei évben. És a hátulján is egy dombornyomott UV fódiás dolgot kapunk. Ennek az ára 7500 forint, egy picit emelkedett az elsőnek az árához képest, ugye az 6995 volt, és szintén 12 füzetet tartalmaz, két TPB-t, két könyvet, a Crown of Shadows 1-6 számait, és a Keys to the Kingdom 1-6 számait. Tehát lényegében ugyanott folytatja a történetet, ahol az előző kötet abba hagyta. De még annyit gyorsan, én az ilyesmire nagyon... Ö, ez akár ilyen rossz szokásom is. Ugye itt látszik, hogy Alföldi nyomda készítette az első kötetet. Tehát nem, nem ö, hasogatásként, de ezt a második kötetet már egyébként egy másik nyomda készítette. Mégpedig a Pauker nyomda, ami egyébként mind a kettő nagyszerű, és mind a kettő a kedvenc nyomdáim közé tartozik, de teljes mértékben sikerült nekik lemásolni, úgymond az első nyomda munkáját, tehát meg sem ö, látszik semmiben fel sem tűnik ez a, ez a kis változás. Igazság szerint az első kötet ezért is volt itt, hogy <kül> tudjam így hasonlítgatni ezt a pár minimális különbséget, valamit, hogy megnézhessétek, hogy így néz ki a polcon egymás mellett a két kötet. Na de akkor térjünk is rá részletesebben a második kötetre. Ez minden tekintetből, minden szempontból egy nagyon méltó folytatása, azt kell, hogy mondjam, az első kötetnek. Ha kinyitjuk itt is egy kulcsot, láthatunk egy újabb kulcsot, az előzék más lett, egy ilyen vázlat egyébként Lovecraftről. Hát ugyanúgy ugyan ezt a képet kapjuk, valamint az zárt, ami a kulcshoz illik. És hogyha leveszük róla a védőborítót, akkor ugye az eredeti nemzetközi Master Edition borítója tárul elénk, itt a kettes számmal. Tehát ez ö, lényegében így jelent meg, a gerinc pedig így néz ki rajta. Hát olyan pedig egyszerűen csak egy kis kép látható, amit felhasználtak a Fumaxnál a képregény hátsó borítójához egyébként. Nagyon jól néz ki. Na, még annyit, hogy ez szintén ugyanúgy hosszra egy olyan 300-320 oldalas körülbelül. És ö, más lett a kötés színe, tehát az oromszegő színét arany színűre változtatták. Szerintem nagyon jó illik a könyvhez egyébként, de valószínű ez a nyomda váltásnak volt ö, betehető, vagy lehet, hogy szándékos volt, nem tudom, de nagyon jó, tehát jól, tehát jó jól sikerült. Tehát, amint mondtam, ez ott veszi fel a történetet, ahol az előző abba hagyta. Próbálok valamilyen szinten beszélni a cselekményről, de nem szeretnék túlzottan spoilerezni. Tehát ez az árnyak koronája, Crown of Shadows történet, az első történetünk. Itt, itt lényegében ott folytatódik, ahol tényleg az előző abba maradt. A Lok család ugyanúgy mit sem sejt, hogy beszivárok közéjük ez a titkos árnylény ez a sötét úrnő, vagy nem is tudom, hogy hogy hívják, vagy hívták a kötetben. Nagyon izgalmas volt egyébként ez a második könyv. Ö, cselekmény tekintetében is szerintem sokkal ta, ö, többet fejlődött. Sokkal nagyobb előrelépés történt ilyen szempontból is az előzőhöz képest. Valamint a rajzok is, mintha szebbek lennének. Tetszik, hogy ilyen többféle szövegbuborékkal is dolgoztak. Itt van egy ilyen kisebb szellemes rész, tehát már ez az első, első pár oldal is elég izgalmasra sikerült, tehát tényleg ilyen immédia stressz módon dobnak bele minket a sztoriba. Nagyon szépek a rajzok, találhatunk egy ilyen kis háttértörténetszerű dolgot is, hogy ö, egy másik szála a történetnek hová halad, merre felé. Ez a Crown of Shadows lényegében a kulcsokról is, hogy beszéljek már, ez, ez azt akarja, hogy van egy bizonyos árnyék kulcs, amivel ki tudsz nyitni egy ajtót. Az ajtón belül, pont jó, pontosan, hogy jó helyen nyitottam ki, van egy ilyen kis apró ajtó, ugye. Az ajtón belül van egy, egy ilyen koponya, amit szintén be kell helyezni ebbe a, a koponyába, ott látszik rajta, hogy itt van egy kulcsnak egy kis hely kihagyva. Oda berakjuk, és akkor létre lehet vele hozni egy ilyen árnyék hadsereget. Tehát, mindenkinek az árnya amitől fél, vagy ö, nem is jól mondom, tehát mindenkinek van egy saját árnya, egy hozzáillő árnya itt látszik egyébként és ö, ez lényegében valamilyen szinten szerintem az is igazából a félelmek, és hogy ki mitől fél, és akkor ezek megjelennek, megelevenednek, és próbálják ugye kinyírni a kis családot de nagyon jól sikerült ez a rész, és a fényen lehet ellenük harcolni, tehát az elemlámpáikat használják a bót család, illetve a log család, bót család, úristen, mind beszélek én. És euh, nagyon jó volt, viszonylag jó volt, a rajzok tényleg fantasztikusak, de sokkal dinamikusabb az egész történetvezetés, tehát több mozgás van, több euh, akció van, és nagyon jól áll a képregénynek, nagyon jól néz ki. Akkor van egy ilyen óriás kulcs is, amit ide kell berakni, a, az ablakban van neki egy hely, a kulcs pedig maga egy ilyen nagy fa készítmény, és ez pedig a padlóban van. És ezt ha berakod, akkor ilyen hatalmas méretűre tudsz nőni. De erről lényegében ennyit, tehát nem is akarok többet spoilerezni. A másik történetünk, ez még mindig a ez még mindig a Crown of Shadows, pedig a az ország kulcsai magyarul, vagyis a Keys to Kingdom. Ez a borítónk, amit ugye felhasználtak a könyv borítójához, látszik rajta. Ez pedig egy baromi jó borító, ez egy újabb kulcs, ez az állat Ha jól értelmeztem, akkor nem választhatjuk ki, hogy milyen állattá szeretnénk változni, hanem egyszerűen be kell helyezni, már nem is tudom hirtelen, hogy hova, szintén egy kis ajtó, azt hiszem át kell lépni az ajtón, és akkor ez a spirit animal ünké változunk át, tehát hogy mi, mi valójában milyen állatnak a, a hasonlásai lennénk emberként, hogy milyen vagyunk emberként, ugye bótból egy kis veréb lesz, vagy egy kis madár ö, történet gonosz pedig egy farkas lesz, azt hiszem. És ez egy érdekesebb történet, ez egy ilyen kázmérés hubás stílusban vannak az emberek ábrázolva jobban, de nem kázmérés huba igazából, mert meg van mondva, hogy ö, konkrétan ez mi, Amerikában van egy, hát több ilyen képregény stílust képviselő képregény, és egy olyan másik sztoriba, tehát látszik, hogy itt ilyen furcsán vannak ábrázolva tényleg a történetek, de nem mind van úgy ábrázolva, úgy rajzolva olyan és a stílusban. Csak egy-két oldal látszik itt, itt, is például. És amilyen érdekes, hogy ez a képregény történet, pontosan ez a szál van ilyen furán rajzolva, itt látszik, hogy átlép a kis bód, is verébbé változik. Amilyen furán van rajzolva, ez az egyik legvéresebb része egyébként magának a sztorinak, tehát itt látszik, hogy mégiscsak horror képregényről van szó. Egyébként annyira nem véres a lokként ki magában, tehát így átlagban annyira nem véres. Vannak benne nagyon véres részek, amit mondtam, ez kifejezetten durva ez a rész itt, de úgy összességében véve nem a, nem a véren és nem a brutalitáson van a hangsúly, hanem tényleg a történeten. És ami még érdekes, hogy kikapcsol a sztori, tényleg. Uh, tehát rettegsz tőle, félsz tőle, nagyon izgalmasnak találod, és olvasod, mert egyszerűen tudni szeretnéd, hogy mi történik. De ugyanakkor teljesen egy, egy lájtos kis történetnek felel meg a sztori. Na ez még egy furcsább ö, ábrázolásmód, ez a február alcímű képregény. Hát itt mindig éppen ö, feltüntetik, hogy melyik napjában tartunk a hónapnak. És mindig történik valami, minden nap, ugye? Tehát ez akár lehetne egy jobban kifort történet, és egy jobban kifort sztorit látszik, hogy itt tizedikén például szárnyakkal küzdenek valami mechanikus bagoly ellen, itt például egy ilyen láncos sztori van, tehát tök érdekes, tök izgalmas dolgok, tök jó témák, és ennyit kapunk belőle, ezt a kis panelt egy, egy kis kocka erejéig, ö, utána el is tűnik. És ezek azért engem még érdekeltek volna, hogy mik lennének, itt látszik 18-19-e, tehát itt nagyon ö, ugrált, nagyon ilyen rapid módon, itt egy ilyen kicsit ilyen G.I. joe képregényes témát kapunk, ez a borító. Tök érdekes. Tehát tényleg nagyon, nagyon jó kis képregény, vegyétek, vásároljátok meg, mert szerintem csak jobb lett. A, az előzőhöz képest csak jobb lett. Szerintem nagyon sok új kulcsot uh, mutatnak be, rengeteg sokat, tehát tényleg én is csodálkoztam, hogy Úristen, mi lesz itt még, hány, hány fajtát tudnak, hányszor tudják még megjátszani ezt, hogy hogy mindig újat fognak mutatni. Nem igazán szeretnék spoilerezni, szóval mindjárt visszalapozunk a végére a képregénynek. És itt is van. Tehát uh, itt van az utolsó kötet borítója, tényleg nem akarok spoilerezni. Na és akkor itt ugyanúgy, ahogy az előzőben leírja a, az adott kulcsokat, amikről éppen tudunk. Tehát itt nem fogok most mindent uh, felsorolni. Van bőrkulcs, és ezzel lényegében bőrszint lehet változtatni. Van az állatkulcs, ahogy azt elmondtam, az óriás kulcs, amiről beszéltem, lánc, kulcs, stb. Sok, amit még nem is láttunk. És ugye ez az omega kulcs, ami még mindig a képregény egyik fő ö, húzó eleme. Itt a Lovecraft térképünk, ennek a vázlatát kaptuk meg az előzékben. Itt van egy ilyen fény és árnyék galéria lényegében, ami a karaktereket, a szereplőket írja le, jókat, rosszakat az árnyakat is itt éppen látszik, hogy kicsoda. Tehát tök jó. Tök sok extra egyébként megjelenik ebben a képregényben. Valamint egy ilyen galéria tényleg, hogy mindenki az árnyékával együtt. Tehát ahogy a képregényben is megjelentek, mindenkinek itt a galériában is megjelenik az árnya, aki próbálta kicsinálni. És ha minden igaz, akkor a lock and Key Harmadik kötetét még idén meg fogjuk kapni a Fumaxtól. Ahogyan azt maguk is mondták, rengeteg-sok mindennel készülnek. Ugye még októberben nagyon sok képregényre számítsatok, csak akkor egy nagyobb dömping fog érkezni, hiszen akkor lesz a bőrze. És ugye ők is nagyon sok nagyágyúval, mint ahogy a Konstantin képregényel, vagyis a heablis is készülnek. De még idén ki fogják adni a Sandman második kötetét, le fogják zárni ezt a Lock and Key Kisériát az utolsó, harmadik kötettel. Ha minden igaz, a Jessica Jones történetet is lezárják az utolsó, harmadik kötettel. Fognak még Monstress második kötetet is kiadni idén, novemberre tervezik, ezt nem olyan régen rakták ki. És a többi kiadóról meg ne is beszéljünk, hogy még miket fognak készíteni, tehát hogy mikre számítsatok, tehát készítsétek a pénztárcát, mert lesz itt még, hogy mindenféle dolog. Na, köszönöm szépen ezt a videót, hogy megnéztétek, találkozunk a következőben. Szerintem a következő videó egy szukics kiadvány lesz, és a többit pedig találjátok ki, hogy miről fogok készíteni nektek videót. Találkozunk addig, is sziasztok!